Képeink még a forró nyarat idézik, mára őszre hajlik az idő. Szerencsére, legfontosabb kenyérgabonánk, a búza aratása jó részt befejeződött. A gazdáknak megnyugvást jelent, hogy a búza nagy része már a magtárakban alszik. A búza minősége az úgy néz ki, hogy jó. A most megjött esők előtt be tudtuk takarítani. Az ilyen előzetes mérési eredmények alapján ma a mi minőségű a búza. Az árakkal még szintén nem nagyon tudunk pontos számokat mondani. Az új agrártörvény némi szusszanást engedélyez ugyan, de ez lehetőség arra is, hogy a mezőgazdaság iránt elkötelezett fiatalok a szaktárca pályázatait böngészszék. Szép szakma, várjuk a pályázatokat, hogy nyissanak ősszel fiatal gazda pályázatokat. Most a télen én végeztem egy aranykalászos gazdatanfolyamot, ami a pályázathoz megfelelő iskolai végzettséget ad, és várjuk a pályázati lehetőségeket. Nem titok, idén is azok jártak jól, akik beosztással értek. A malmi búza tőzsdei ára jelenleg 46 és 60 ezer forint körül mozog, ami tisztes jövedelmet jelent.